Nos hát, sziasztok srácok, köszöntelek titeket egy újabb videóban. Ez itt a James Bond Hangar és a mai videóban itt vagyunk Orosházán. Abból a különleges alkalomból, ugyanis a mai videóban el fogom hozni nektek a 135-ös vonal utolsó uzsjait, illetve BZ-motjait. Ezt a kijelentést körülbelül 90%-ba lábírom támasztani, ugyanis egyrészt mozdonyvezető kollégától tudom azt az állítást, miszerint elvileg november 16-ától csak csörgős vonatok lesznek a 135-ös vasútvonalon. Most ezt elég egyszerű módon tudom nektek elmagyarázni. Mint biztosan, azt már ti is hallottátok, illetve tudjátok, hogy a Kiszek érkezésével motorvonatok, illetve mozdonyok átállomásításra kerülnek. Ebbe bizony Békés Csaba is beleesett, így ide Békés Csabára összesen 6 darab új csörgőt hoztak, de az biztos, hogy a videó elején úgyival fogunk utazni, szóval ha érdekel a videó tartalma, akkor tartsatok velem, és vágjunk bele ebbe a videóba. Srácok, itt vagyunk a Hódmezővásárhelyi vasútállomás előtt, és mint látjátok, már majdnem kész állapotokban van a tramtrain, legalábbis a vágányzat, illetve a felső vezetéket is kiúzták.
áthúzó autóbuszokon, a vasúti vezetőségek miatt helyettes felengedés és felszállítás nem biztosítható. Az okozott kényelmetlenséget különösen nem biztosítható. Ez mennyire beteg már, hogy mindig látszódik Orosháza. Hát itt 12-3 perce élünk. Srácok, leszálltunk Kútvölgyön.